Oxana Metzger, Munkácson élő német nemzetiségű festőművész. Apai ágon Ausztriából, anyai ágon pedig Bajorországból származik. A Német nyomok Ukrajna történelmében című kiállításon a művész a kárpátaljai németek húsvéti hagyományait ábrázoló munkáját mutatja be. A kiállítást a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeumban a Nemzedékek Találkozása projekt keretében szervezték, ahol tapasztalt és fiatal művészek munkáit láthatja a közönség. Ez olyan nagyszabású projekt, amelyet az ukrajnai németek tanácsának vezetője és az elnökség tagja Angelina Schardt kezdeményezett. A projekt 2006-ban indult, és működésének 16 éve alatt nagyon sok alkotást gyűjtött össze. Az idén a vándorkiállítás Ukrajna különböző városaiban lesz látogatható. Városonként változtatva a kiállítás témáját és elnevezését. A közös vonás bennük az, hogy mindenhol a német kultúrát prezentálják, és hagyományaik jelenlétét Ukrajna történelmében. Sajnos a sztálini deportálások idején sok minden feledésbe merült, sok információ elkallódott. Az Ungváron első alkalommal bemutatott tárlaton ismert német nemzetiségű művészek munkái láthatók, összesen 47 alkotás. Dél-Ukrajna városi és vidéki építészetét mutatjuk be, Mikolajiv, Zaporizsja, Herszon. Érdekes, hogy az építészet mellett a művészek a hétköznapi életet, különösen a népviseletbe öltözött embereket ábrázolják, és ezáltal a festmények a német népviselet, az öltözködési szokások tanulmányozására is szolgálhatnak. Vagyis a néző elmerülhet egy más etnikai közösség történelmében és népi hagyományában, akik egy tömbben éltek és élnek most is Ukrajna számos megyéjében, többek között Kárpátalján is. A kiállításon festményeket és grafikákat mutattak be. A kárpátaljai festészetnek vannak bizonyos hagyományai, ezek a témák pedig merőben eltérnek a megszokottól. Tiszta grafika, fokozatos átmenettel a festészetbe. Újak a színek, a témák, inspiráló a tárlat. Nagyon örülök, hogy részt vehettem rajta. A kiállítás a Mikolajiv megyei Német Kulturális Központ, a Kárpátaljai Német Ifjúság Civil Szervezet és a Julia Types vezetésével működő Munkácsi Oktatási Központ szervezésében jött létre, és november végéig látogatható Ungváron a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeumban.